Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja. Repül a szám, búzul a lány, fut a fakó, sír a kapó. A szeretője megyes üvőre, lekenyerezte a bíró. Repül a szám, búzul a lány, fut a fakó, sír a kapó. A szeretője megyes küvőre, lekenyerezte a bírót. Lányok, lányok, ha volna eszetek, hely nem fájna, annyi a szívetek. Miért ne volna csalóka a legény, mikor a lány oly könnyen lépne még. Lányok, lányok, ha volna eszetek, hely nem fájna, annyi a szívetek. Miért ne volna csalóka a legény, mikor a lány oly könnyen lépne még. A szívetek miért nem volna csalóka a legény, mikor a lány oly könnyen lépne mint. Lányok, lányok, ha volna eszetek, hely nem fájna, annyit a szívetek miért nem volna csalóka a legény, mikor a lány oly könnyen lépne mint. Kertbarátok. január 4-én szerdán délben a Kertbarátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban. Sármási Bocskai János vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunk támogatója a Csíkmadarasi Garden projekt. Ma a haszonnövények, valamint a termesztett dísznövények növényvédelméről beszélgetünk, ha idejük engedi, tartsanak velünk. Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen. Itt van körünkben dr. Bálint János, székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! És boldog új évet, mérnök úr, mert egy éve nem láttam. Hát viszont kívánom! Már mostantól hívhatnak a 0265 22 20 22-es telefonszámon, vagy SMS-ben is elküldhetik kérdésüket a 0740 27 41 65-ös SMS számon. Kezdjük talán ott, hogy nagyon sok új kártevő és betegség jelent meg az utóbbi időben. Melyek ezek? Korábbi műsorban beszéltünk a selyemfényű puszpánk mójról, amelyet, ahogy meg is említettünk, többet telefonáló jelezte, hogy náluk már jelen van. És ezzel kapcsolatosan mondanék én még egy-két kártevőt, amely elég fontos, és felismerve a rádiónak ezt az előnyét, hogy így több ember meghallja, ugyancsak, hogyha valaki meglátja a következő kártevőket otthon, akkor szívesen vesszük, hogyha beszól, betelefonál, vagy az egyetemen felveszi velünk a kapcsolatot. Az egyik ilyen kártevő a diók burok fúró légy. Ez a latin neve Ragoletis completa. Nagyon közel van rendszertanilag a cseresznye légyhez, amelyik a nálunk is őshonos, a cseresznyébe rakja le a tojásait, és mindenki ismeri azt a nyüvet, amit általában a cseresznyével szoktunk elfogyasztani. Nagyon hasonló az életmódja a dióburok fúró légynek, azzal a különbséggel, hogy nálunk nem őshonos, Amerikából származik. Átkerült Európába nem is olyan rég, 2011-ben már Magyarországon is megjelent, és jó magam először a kártételével idén szeptemberben találkoztam Debrecen mellett egy kis faluban, egy diófáról szedtem le terméseket. Vagyis 2016-ban, most már négy napja új évet. Ja, igen, elnézést, így van. Tehát 2016 szeptemberében. Fú,
irodalomból már láttam, és persze nyilvánvaló volt, hogy nagyon durva a kártétele, de amikor az ember kézbe fogja ezeket a diókat, ugye általában a dióról, az almamolyon kívül nincs is nagyon más kártevője, nagyon fura volt látni, hogy ennyire megette ez a nyű. Tehát azt kell tudni róla, hogy júniustól egészen szeptemberig rajzik, ez alatt folyamatosan rakja le a tojásokat a dióburokra. A dióburokba, ahogy kikel a tojásból a fiatal nyű, berág, és a dió epikarpiumát, azt a zöld részt fogyasztja, viszont hogyha még nincs annyira megkeményedve a belső rész, vagy vékony héjú a dió maga, akkor akár azon is képes áthatolni, és akkor a belső részt a diót is fogyaszthatja. Persze nyilvánvalóan, hogyha csak a külső részt fogyasztja el, az is borzasztóan nagy gond, mert az rászárad, nem tud normálisan beérni, ugye tiszta fekete lesz, tehát mint egész dió gyakorlatilag forgalomba hozhatatlan, tehát nagyon-nagyon veszélyes kártevőről van szó. Szinte biztos, tehát hogyha már Debrecenbe csak úgy egy rokonnál tett látogatáskor az udvaron lévő diófán ilyen kártételt láttunk, én meg vagyok győződve, hogy ez már nálunk is jelen van ez a kártevő, sőt nem is kevés helyen. Egyelőre még romániai adatot jó magam nem találtam, ez nem azt jelenti, hogy nincs, lehetséges, hogy valamelyik konferencián már bemutatták, csak vagy nincs fent az interneten, vagy valamilyen formában még nehezebben elérhető. Az is lehet, hogy még nem írták le nálunk Romániában. Tehát, hogyha valaki dió burokban, a dió, vagy akár magában a dióban nyüvet lát, tehát egy olyan lárvát, amelynek nincsenek lábai, a cseresznyéhez hasonló, ami a cseresznyében van, ahhoz hasonló nyüvet lát, akkor megkérünk szépen, hogy szóljon esetleg, vagy vegye fel a kapcsolatot velünk. Ha ennyire új kártevőről beszélgetünk, tudjuk-e, hogy egyáltalán hogyan lehet ellene védekezni, vagy mikor kell elkezdeni a megelőző védekezést? Nálunk új, Amerikában viszont már jóval korábban jelen van, és Európában is ugye már egy-két évtizede jelen van, úgyhogy már a védekezésnek az a módja, amit mi is meg tudunk próbálni, az már ki van próbálva, megoldott. Nyilvánvalóan, hogy mivel nálunk eddig ez ellen egyáltalán nem kellett védekezni, azoknál a dióknál, amelyeknél mondjuk a, biztos, hogy itt is van dió és dió között fogékonyság, tehát amelyek fogékonyak lesznek, vagy amelyeknek a burka vékonyabb, azok a dióhéja vékonyabb, azoknál körülményesebb lesz a védekezés. Hát rovarölőszerrel kell védekezni, akár csak a cseresznyelégy ellen, a tojásrakás időszakában kontakt rovarölőszerekkel, majd megelőzően kell védekezni, csak ahogy említettem, itt a rajzás az elhúzódik 2-3 hónapon keresztül, tehát elég körülményes. Ha megtelepszik és jól fog érezni itt magát, akkor elég körülményes lesz ellene védekezni. 11:00 hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, boldog új évet kívánok mindenkinek! Köszönjük! És szeretném bejelenteni, hogy nekem volt egy kertem Székelyvajába, és a tavaly előtt megjelent már ez a kártevő, a diófán. Na most úgyhogy megfeketetett a külseje, és éppen nyüvek voltak benne. Hát olyan úgyhogy szempontból tessenek tudni róla, hogy itt Székelyvajába is megjelent. Csak egy pillanat, hogy legyünk egészen biztosak benne. Tehát a diót az alma moly is károsítja. Az alma moly berág egészen a dió belsejébe, és egy hernyója van, amelyiknek vannak lábai. Ilyen találhatunk például ugye az almában. Hát ilyen fehér hernyó jelent meg, bent is, kint is. Körülbelül hány milliméteresek voltak? Most az a gond, hát, az a gond hogy egy fiatal hernyó is picike tud lenni, mint egy nyű, később aztán megnő. Inkább a dió felületén, a burkában volt, vagy a dió belsejében? Hát mind a kettő. Na, ez a helyzet, hogy ez lehet, hogy az alma múj volt, tehát nem lehet ennyire biztosan meghatározni. Igen, jó, hát köszönjük szépen minden. Kérni, hogy szóljunk, hát én azért szóltam, hogy köszönjük szépen, már az almamoly kártétel is nem teljesen szokványos nálunk, tehát már az is egy komoly jelenség. Hát, hogyha komolyabb gondok vannak, akkor arra szoktunk eljárni, úgyhogy lehet, hogy meg is fogjuk nézni, lehet, hogy csapdákat fogunk megnézni, úgyhogy
Köszönjük szépen. Köszönjük szépen viszonthallásra. Én is köszönöm. De hát, amint a mérnök úr is mondta, akár meg is jelenhetett Székelyvajában ez a nyugati dióburokfúró légy is. A védekezést például, amikor a termést begyűjtöttük, utána kell elkezdeni, vagy virágzás előtt kell elkezdeni, vagy menet közben kell végezni. Mit ír a szakirodalom? Hát a dióvirágzás elég korán van. Mindenféleképpen utána kell ezt elkezdeni. A legegyszerűbb módja ennek az, hogyha a cseresznye légyhez hasonlóan sárga ragacslapokat tudunk kitenni, és ahogy megjelenik, ahogy egy imágó beszállt a ragacslapba, hát nyilvánvalóan, hogy egy még nem gond, de ahogy kezd megindulni a rajzás, vagy akár ha már annyira előre haladottak vagyunk, mondjuk úgy júniusba jól belefutottunk, akkor a már akár egy imágónál is, hogyha előző évben több volt, akkor meg lehet kezdeni a védekezést. Hát most, hogy egész konkrétan időpontot nem tudok mondani, mert az év is ugye úgy van, hogy márciusban kezdődik, nagyon erősen a tavasz van, hogy áprilisban, tehát ezt így hónapra nehéz lebontani. A diófenológiájához pedig vannak korábban virágzó diók, későbben virágzó diók, tehát ezt mindig egyénileg kell megállapítani. Ha egy ültetvény van, akkor ugye általában azonos fajták vannak, akkor meg lehet mondani, hogy nagyjából ekkor kell, ha pedig magoncokról van, az annyira változatos lehet, hogy akkor mindig amelyik legelőször fertőződik meg, ahhoz kell, tehát a virágzás után a dió termés képződésének az elkezdődése után körülbelül akkor kell az első védekezés, de ezek nem pontos adatok, ezért is nem szívesen megyek én az ilyen tanácsokba, ezt mindig konkrétan az illető helyre, diófára kell ezt megállapítani. Ha történetesen Székelyvajában megjelent már a kártevő, akkor mekkora körzetben valószínű, hogy ott is lehet? Értjük a kérdést? Értem. Székelyvaja az E60-as mentén van, tehát egy európai útvonal mentén van, úgyhogy általában ezek az új kártevők a természeti adottságokat figyelmen kívül hagyva, tehát természetes átjárókat simán átszökve közlekednek, ugyanis az útvonalakon ezt mi simán behozhatjuk egy fertőzött terméssel, bármivel. Úgyhogy teljesen elképzelhető, főleg egy európai útvonal menti faluban, teljesen elképzelhető, hogy jelen van a kártevő. Ha ott jelen van, akkor szerintem már Erdélyben számos helyen jelen van. A selyemfényű puszpáng mólyról néhány szóba még azért mondjuk el, hogy ez mennyire veszélyes. Teljesen ki tudja pusztítani a puszpángot, vagy csak részben károsítja? Hát ez, ahogy megkezdi a kártételét, évente több nemzedéke van. Hát az első évben lehet, ha nem is, de ha nem védekezünk ellene, 2-3 év alatt, ha nagy mennyiségben jelenik meg, akár abban az évben teljesen ki tudja pusztítani. Tehát, mint ahogy a burgonyabogár, ugye teljesen tarrá rágja a puszpángot, puszpángmója, burgonyabogára a burgonyát, és teljesen elpusztul. És csak ezeket a növényeket károsítják, vagy a puszpángmój mást is? A puszpángmój az a puszpángot károsítja, a burgonyabogár az a egyéb burgonyaféléken is károsít, tehát paradicsomon adott esetben, padlizsánon, vagy ugye vinetán inkább tojásgyümölcsön, inkább megjelenik, de a nadragúján is adott esetben meg tud élni, tehát ő a burgonya féléket károsítja, a kedvence a burgonya, a puszpáng múlja az a puszpángot. Addig, amíg sűrű erdőt találok, sűrű erdő közepében egy nyáron.
Bartos Éva énekel, kísért a Hargita Népi Együttes egy 1977-ben készült hangfelvételről. A Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Bálint János, székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Ma a haszonnövények, valamint a termesztett dísznövények növényvédelméről beszélgetünk. Ha kérdésük van a témával kapcsolatban, a 0265 22222-es telefonszámon vagy a 0740 27-41-65-ös SMS számon feltehetik. Beszéltünk a legújabb kártevőkről, de vannak méhekre veszélyes vegyszerek is. Mire kell odafigyelni? A növényvédőszereknek méh veszélyességét azt általában beszokták vizsgálni, és így a növényvédőszereket a méh veszélyesség szempontjából három csoportja osszák. A méhekre kifejezetten veszélyes növényvédőszerek, a méhekre mérsékelten veszélyes növényvédőszerek, és a méhekre nem veszélyes növényvédőszerek. A méhekre veszélyes növényvédőszereket, azokat virágzó állományban, ahol a méhek előfordulhatnak, szigorúan tilos használni. A méhekre mérsékelten veszélyes szereknél a közvetlen kontakt toxicitás, ami azt jelenti, hogy ha rászáll a méh a virágra, és megvan, hogy hány százaléka pusztul el tőle, és a kontakt hatóanyag maradék toxicitás, hogy óránként újra frissen betelepített méhekkel megnézik, hogy milyen szinten marad ott a növényvédőszer mondjuk egy virágban. Na, ennek a függvényében azokat nevezik a közvetlen kontakt toxicitás és a közvetlen hatóanyag maradék toxicitás függvényében a méhekre mérsékelten veszélyes szerek 8 óránál rövidebb ideig okoznak halált a méheknél, ezért megfogalmazódott egy úgynevezett méhkímélő technológia, ami azt jelenti, hogy ezeket a mérsékelten veszélyes szereket napnyugtakor a méhek repülésének befejezése után ki lehet juttatni, és amikor a méhek már újra elkezdenek repülni reggel, addigra már nem veszélyesek. Általában ez a méhkímélő technológia, vagy a méhekre veszélyes szerek, nem veszélyes szerek alkalmazása nálunk azért még hagy némi kívánni valót ennek a betartása. Itt nyilvánvalóan folyamatos vita van a termesztők, a méhészek között. Most azok a termesztők, amelyek belátják, vagy az ő terményükhöz szükségesek a méhek, itt a gyümölcsfáknál ugye a beporzás, azok nagyban próbálják betartani, de például egy napraforgó esetében ott elő-elő fordul, hogy akár akarva, akaratlanul is méhekre veszélyes szereket is használnak. Innen folytatjuk, de hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Székelyvajából telefonálok. Az előbbi betelefonáló a biofáról. Igen. Na, én vagyok az, aki megvettem tőle a kertet, és valóban igaza van a diófával kapcsolatban, mert teljesen a termés úgy megfeketedett, lassan rászáradt, és nyű volt a dióba. Igen. Na hát idén az egyik mesteris diákunk ezzel fog foglalkozni, disszertációját ebből fogja írni, úgyhogy mindenféleképpen felhívom a figyelmét, hogy a székely vajában is vagy tegyünk ragaslapokat, sárga ragaslapokat, vagy akár személyesen kimenve, amikor, tehát nyár közepén, amikor meg lehet figyelni ezt a kártevőt, akkor nézze meg. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a... Erzsébet és 323 a házszám. Na, köszönjük. Lejegyeztük. Szépen. Köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen, viszonthallásra. Említettük a méhekre veszélyes és nem veszélyes vegyszereket. A vegyszerek is kategorizálva vannak nagyon, nagyon mérgezőek, vannak mérsékelten mérgezőek. Például az, amelyikre mi azt mondjuk, hogy nem olyan mérgező, az lehet a méheknél a veszélyes kategóriában? Igen, tehát... Jó a kérdés, igen, nagyon jó a kérdés. A tavalyi növényvédő mérnöki és növényorvosi társaságnak vagy kamarának az éves konferencián elhangzott egy előadás, az egyik kollégám tartotta, hogy azt vették észre, hogy egy olyan rovarölőszer, amely Magyarországon itt
magyarországi szabályozásról beszélek elsősorban. Nálunk sok növényvédőszeren nincs is ez ennyire szigorúan feltüntetve. A neonikotinoid csoportba tartalmazó acetamiprid méhekre egyáltalán nem veszélyes kategóriában van, tehát bármikor fel lehet használni. Az ergosterol bioszintézis gátlók csoportjába tartalmazó gombaölőszer, a pentkonazol, szintén méhekre egyáltalán nem veszélyes kategóriában van felsorolva, tehát az a gazda, az a növénytermesztő, amelyek a méhekre tekintettel szeretett volna lenni, és ezt a két szert összekeverte, aztán utólag kiderült, hogy általában a neonikotinoidok és az ergosterol bioszintézis gátlók összekeverve hasonló hatást mutatnak, borzasztóan mérgező volt a méhekre. Több éven keresztül így folyt a technológia, ahogy észrevették a kollégák, hát rögtön kísérleteket állítottak be is bizonyították, jelezték ezt a gyártófele, és az a megdöbbentő dolog történt, hogy míg Magyarországon ugye több éven keresztül, vagy akár nálunk is, nem tudom, hogy nálunk valaki erre hívta-e fel a figyelmet, de Magyarországon már Németországban már a növényvédőszereken és a technológiában ez egy szereplő információ volt, addig egy pár kilométerrel arrébb, vagy pár száz kilométerrel arrébb úgy kell felfedezni idézőjelben, és mondom, Romániában nem tudom, hogy eddig még valaki nézte-e meg ezeket, úgyhogy ilyen szempontból nem csak a gazdák hibázhatnak, hanem máshonnan is jöhet a hiba. Például a dísznövényeknél alkalmazott szerek, azok a méhekre mennyire veszélyesek? Melyik dísznövényeknél? Milyen dísznövények? Hát például az ilyen termesztett dísznövényeknél, mert a fóliasátrakba akár berepülhet a méhecske. Tehát a fólia alatti dísznövénytermesztésnél olyan kismértékű a méhek berepülése, hogy gyakorlatilag ez úgymond a méhészetnek nem okoz gondot, tehát gyakorlatilag nem is kell úgymond idézőjelbe számba venni. A paradicsom esetében, ahol ugye nagyon fontos a beporzás, poszméhek repülnek be, na ott oda kell figyelni arra, hogy milyen rovarölőszereket használunk. Szerintem a külső méh populációra, tehát nálunk nincsenek épp olyan nagy növényházi termesztések, semmiféleképpen nem lesz befolyással, viszont a benti termésre, hogyha mi nem biztosítunk paradicsomnál például beporzókat, akkor a termés mennyiségben jelentkezhet, hogy nem lesz elég jó a megporzás, és kevesebb lesz a megtermékenyülés. Fél egyelőtt egy perce hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok! Hallgatjuk a kérdését. Úgy tűnik, hogy valami gond van a vonalra, várjuk, hogy hívjon vissza a hallgató. SMS-be kaptuk a következő kérdést Dénestől, hogy a dróthernyó és a cserebogár lárva kiirtására milyen humánus lehetőség van? A cserebogár lárva ellen heterorhabditis bakteriofóra rovar patogén fonálférgeket locsolhatunk be a talajba, és akkor ezek a fonálférgek gyakorlatilag felemésztik a pajorokat, a cserebogár lárvákat, a csimmaszokat. Ezt kereskedelmi forgalomban is lehet kapni. Rovar patogén fonálféreg, vagy heterorhabditis bakteriofóra, ha így ezt beírjuk a keresőbe, az internetes keresőbe, akkor meg tudjuk találni, de már hogyha ez a fogalom megvan, hogy rovarokat fertőző fonálférgeket juthatunk ki, akkor nagyon sok videó is van fent az ilyen megosztókon. Hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Mózes vagyok. Jó napot kívánok! Egy első kérdésem az volna, hogy a szoba növényeimen megjelent egy olyan fehér színű vatta képződmény. Ha hozzá nyúlok, akkor olyan ragacsos lesz. Igen, ez a vándorpajstetű, elég makacskártevő, nehezebb is kiirtani. Úgy kellene, hogy a lehető legjobban tisztítsák le ezeket a szobanövényeket. Akár ugye ha ragacsos rész nem jön le nagyon vékonyan, de úgy, hogy lehetőleg a talajba ne folyjon bele egy enyhén detergenses, mosogatószeres, finom langyos vízzel, de tényleg enyhén, akár lehet segíteni, hogy azzal lemosni. Ezután pedig tiametoxam hatóanyagú növényvédőszerrel finoman
bespriccolni, ezt lehetőleg ne a lakásba vigyék ki egy előtérbe, tehát télen kicsit lehet, hogyha nehezebb, de ne a lakásba, és ezt a növényvédőszert, ami megmaradt, mert hát ilyen kis kiszerelésben nem is lehet kapni, hogy mondjuk egy fél literre permetlére, de nem gond, hogyha megmarad, mert ezt a permetlét be kellene öntözni, tehát ezzel beöntözni kétszer-háromszor, mert ez gyökéren keresztül is felszívódik, és azok a pici lárvák, amelyek amit nem is látunk, de még ott maradtak, akkor a növény, amit felszív, attól a növényvédőszertől fognak valószínűleg elpusztulni. Igen, köszönöm. A szerkesztő úr, az volna egy rövid kérdésem. Tessé. December 7-én 2016-ban volt egy előadás a gyógynövényekre, egy női személy tartott. Igen. Szeretném felvenni vele a kapcsolatot, lehetséges-e vagy ne? Lehetséges, itt nem tudom elmondani a telefonszámát, de amikor lejár az adást, tessék visszacsöngetni, és akkor meg tudom adni. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen, viszont hallásra. Boldog új évet. Egy SMS-t kaptunk egyik hallgatónktól, hogy az orchideái megbetegedtek, és rajta is ilyen fehér ragacsos leletek vannak. Mivel lehet permetezni? Hát ezek a fehér ragacsos szerintem ugyancsak ezek a vándorpastetvek. Igen. Visszatérve az előző kérdésre, ugye környezetbarát módon, humánus módon, természetes ellenségét küldjük rájuk. Most a drótféregnek jóval keményebb a kitimpáncélja, ezek a fonálférgek kevésbé képesek megtámadni. Hát nehéz nagyon környezetkímélő, tehát hogyha valaki tud egy profi környezetkímélő módszert mondani a drótférgek ellen, tehát a vetésváltás nyilvánvalóan, tehát pihentetése a talajnak, de úgy, hogy egyik évről a másikra konkrétan védekezés, én hatékonyat konkrétan nem tudok mondani, a teflutrin hatóanyaggal ez csak már olyan szempontból a veszélyes szerek közül akár úgymond a kevésbé veszélyes, mert ez csak kimondottan a rovarlárvák ellen hatékony, és akkor így lehetne védekezni. Újabb hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok! Hallgatjuk a kérdését. Úgy tűnik, hogy valami gond van valamelyik telefonvonalunkkal, mert nem hall bennünket a hallgató. Kaptunk egy SMS-t Domokostól, hogy mivel lehet a paradicsomot beporozni. A paradicsomokat ugye elsősorban növényházban szükséges mesterségesen úgymond beporozni, és poszméheket szoktak alkalmazni. Biopollination, bio megporzás ennek a szakneve. Kereskedelmi forgalomban lehet kapni poszméheket, ilyen papír dobozban árulják, családokat lehet vásárolni, megvan, hogy x négyzetméterre elegendő egy család, és akkor ezeket ajánlatos, hogyha fűtött fóliaházban termesztünk, akkor ugye, ahogy a paradicsom virágok megjelennek, már onnan betelepíteni. Általában úgy írják, hogy egy olyan 2-3 hétig képes egy ilyen család, tehát annyi az életképessége, addig tud beporozni. Szakmai tapasztalatból, gyakorlatból még volt, hogy 5 hét után is jártak a poszméhek, úgyhogy érdemes ennek utána nézni és ezt beszerezni. 4 perccel fél egy után hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kezdjük. Szeretnék hozzászólni ehhez a dologhoz, a moly, lepkédió moly. Tessék mondani. Az a helyzet, hogy Marosvásárhelyen is van, és pedig a Tudorladi Mireszkó utcába. Teljesen megbarnul a héja, a külső és a belseje is. Szinte haszontalan az egész termés. Jó, meg tetszik mondani, hogy hol van ez a dió? Én meg fogom mondani a Bálint úrnak. Rendben. Vagy elvisszük, meg szándékoztunk. Jó, a Szapiencián tessék megkeresni a mérnök urat, és akkor megbeszélik ezt, jó? Igen, igen, igen. Köszönöm szépen, hogy jelezte. Jó. Viszont hallásra. A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
A Mezősámsondi Citera zenekart hallgattuk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Stúdió vendégünk dr. Bálint János, székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Ma a haszonnövények, valamint a termesztett dísznövények növényvédelméről beszélgetünk. Ha kérdésük van a témával kapcsolatban, a 0265 22-22-es telefonszámon, vagy a 0740 27 41-65-ös SMS számon feltehetik. Jóskától kaptuk a kérdést, hogy a mezei pocok ellen hogy lehet védekezni, mert a kert tele van alagúttal, és a növények a levegőben vannak. Hát mezei pocok nagyon nagy túlszaporodásban van az elmúlt két évben a Kárpát-medencében. Elég nagy gond ez. Magyarországon idéglenesen engedélyezték a viralvadás gátló készítményeket. Ugye ennek elég kockázatos az alkalmazása, mert a vadak is elpusztulhatnak tőle. Hát egy házi kertben, ugye itt már előző műsorokban is sok minden felmerült, az egyszerű ultrahangos riasztókon át, amelyekről az az általános vélemény, hogy az kevésbé hatékony. A karbitos kifüstölésen át már mindenről volt szó. Még egy ilyen biztos megoldást nem találtunk. Az egyik barátomnak a kertjében is van egy vakond. Ő a karbitos megoldást választotta, nem tudta hatékonyan kiűzni. Az viszont nem humánus. Az te nem hallgatót humánus, köszöntünk, jó napot kívánok! Halló. Hallgatjuk a kérdését. Jó napot kívánok! Köszönjük. Csak a boldog új évet kívánok! Köszönjük szépen, viszont kívánok! Na, én azzal a kérdéssel szeretnék választ kapni valahogy, hogy kaptam egy karácsonykát, és valószínű, hogy üzlető. Amikor hozták, nagyon sok bimbó volt rajta, és most, ahogy kéne, kinyíljanak, pusztulnak el. Tehát nem azok, tudom, azok, mi az oka. Hajtnak az új bimbók is, és úgy pusztulnak el, hullnak le. Hogy vajon mi az oka, mit lehet csinálni? Tehát kihajt, és utána pusztul el, ugye? Igen, kijön a bimbócska, a pici bimbócskája, és akkor úgy kicsidenként lehervad, és lássik, hogy magabban vannak, szobában nincs hideg, az hát a... nem tudom elképzelni. És tenyészedényben van ez a... Hát igen, úgy, ahogy kaptam én, valószínű valaki hozta névnapomra, és biztos, hogy üzletből, na már néz ki, hogy üzlet. Nem lehet... Az üzleti edényecskében, ahogy hozta, úgy van. Karácsonyfáról van szó? Nem, ilyen karácsonyka virág, téli virág. Jó, értem, karácsonyfát értettünk, igen. Nem, értem. Hát általában az szokott lenni, a ablakban van, fűtőtest alatta van, ugye? Nincs, miért a kajó tőle, mert nincsen fűtőtest, kajhából tüzelék a lokalból, úgyhogy nincs fűtőtest. Nincs. Valószínűleg, hogy a páratartalom alacsony önöknél, nem? Hát nem alacsony, mert ott főzök. Uh-huh, az úgy viszont a főzés az tényleg emeli a pártartalmat. Na most valószínűleg, hogy tehát nem napi 24 órában főz. Én elsősorban a hőmérsékletet és a páratartalmat okolnám. Emiatt meg azt, hogy ugye egy bizonyos környezetben nevelték, áthelyeződött egy teljesen más környezetbe. Önöknél majd akkor fog virágozni, amikor a bimbó ott képződött abba a környezetbe. Tehát egy teljesen más környezetet szokott hozzá, ott elkészítette ezeket a bimbóit, ugye egy nagy stressz áthelyeződött, igen, és akkor azzal válaszol, hogy ezeket ledobja. Na hát, nagyon szépen köszönöm. Hát, nagyon sajnálom, már annyi sok bimbó volt rajta, hogy nagyon sok, és úgy pozdulnak-e. Köszönjük szépen, hogy betelefonált. Ilonkától kaptuk a... Köszönjük szépen viszont. Ilonkától kaptuk az SMS-t, hogy a sárga répába fehér nyűszerű hernyó található, és végig hosszan van, és nem tudja eldönteni, hogy nyű vagy drótféreg. Mi lehet a sárga répában? Hát drótféreg is lehet, nyű is lehet. A répa légynek a lárvája az egy 3-4 milliméteres fehér kis nyüvecske, mint a cseresznyében, ami van. Tehát ez a nyű, aminek ugye nincs lába, a hernyó, annak lába van.
A drótféreg pedig ugye attól függően, hogy milyen életkorban van, lehet akár 2-3 mm-től 2-3 cm-ig barna, erősen kitinizált, kemény külvázzal, amelyet ha kezünkbe fogunk, még szinte össze se tudunk nyomni. Na most a nyüvet a drótférektől nagyon könnyen meg lehet különböztetni. Az egyik egy nagyon lágy, picike, fehéres, inkább rágószájszerve egyáltalán nem látszik. A drótféreg barna színű, azonos korban jóval nagyobb, kemény, kitinizált páncélyű, mind a kettő lehet a sárgarépában. Fontos tudni, hogy míg a répalégy az egy fent repülő kártevő, amelyik lerakja a tojását a sárgarépa szártövére, oda a gyökér tetejére, és a nyüvek úgy mennek le, a drótféreg egy pattanó bogár, szintén egy fent mozgó bogár, amelyik a tojását a talaj közeli növényekre rakja, viszont a lárva, ahogy bemászik a talajba, 4-5 évig fejlődik ki, tehát egy terrikol, egy tipikusan egy terrikol, egy talajlakó kártevőről van szó, tehát ott él a talajban ez a lárva. Csiszer Anna énekelt, 3/4 egyelőtt 2 perccel a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Bálint János, székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Ma a haszonnövények, valamint a termesztett dísznövények növényvédelméről beszélgetünk. Ha kérdésük van a témával kapcsolatban, a 0265 222022-es telefonszámon, vagy a 0740 2741 65-ös SMS számon feltehetik. Több hallgatónk is kérdezi, hogy megjelentek a barna csigák, de erre a kérdésre hamarosan válaszolunk, mert hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok! Hallgatjuk! Hello. Tessék mondani a kérdést, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A rádiót megkérem, halkítsa le! Boldog új évet kívánok, és nagy tisztelettel köszöntöm a műsorvezetőket! Köszönjük szépen! Viszont kívánjuk! Viszont kívánjuk! Köszönjük szépen! És szeretném megkérdezni, vannak nekem almafák, amiket én neveltem. Be kellene oltsa már, azért valaki beoltotta, de egy fejét meg, ami a beoltásokból, és most a rádióban hallottam, hogy télen kell szedni az újítást, amivel be kell oltani. Télen kell leszedni, vagy tavasszal, és tavasszal melyik időszakban a legjobb beoltani? Hát ezt lehetett volna akár mondjuk ősszel, de a tavasszal nyugodtan, tehát bőven ráér akkor begyűjteni az oltóvesszőket, és ahogy megindul a netkeringés, a ékoltást, vagy a különböző oltásmódokat akkor érdemes elvégezni. A már ugye nevelt fákon egy másik oltási módszer a szemzés, de általában a faiskolában szokták azt elvégezni 1-2 éves magoncokon, amikor már egy kész fáról van szó, akkor általában a tavaszi oltás szokták, amikor a netkeringés megindul. Április közepétől körülbelül lehet elkezdeni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és még szeretném megkérni, megtetszik-e engedni, hogy köszöntsem a Vásárhelyi Rádió összes stúdiójának, kívánjak boldog új évet, és kívánok Kacsó Ildikó szerkesztőnek, és külön a családjával együtt.
Köszönjük szépen! Köszönöm, teszek szívesen átadni. Nagyon szépen! Bizonyára hallgatja most a műsorunkat, de átadjuk. Köszönöm szépen, viszont nagyon hallásra! Nagyon szépen köszönöm, viszontlátásra! Iréntől és még két hallgatónktól kaptuk a kérdést a barna csigákkal kapcsolatban, tehát mit lehet tenni a nyáron megjelenő barna csigákkal? Igen, az elmúlt egy-két évben a csigák is elég nagy gondot okoztak. Ezek új kártevők, ezek a barna csigák, vagy régen vannak? Nem új kártevők, tényleg az elmúlt egy-két évben átlagon felüli volt a kártételük. Úgy a dísznövénytermesztésben, mint a gyümölcstermesztésben, zöldségtermesztésben mindenhol előfordultak. Az alap az, hogy mésszel lehet a csigák ellen védekezni, tehát mészport szórunk ki. Ez addig hatékony, amíg ugye az a mész vizet nem kap, be nem mosódik a talajba, és akkor utána már kevésbé hatékony. Tehát inkább zárt felületeken ez tud jól működni. Akkor a metaldehid hatóanyagú növényvédőszer, ez egy ilyen kék granulátum, ezt szokták még kiszórni. Nekem az a gyakorlati tapasztalatom, hogy mivel ez egy hatóanyag van, sokszor ez sem nyújtott kielégítő eredményt. Ősszel tele van a föld a tojásukkal. Szintén iréntől kaptuk az információt. Ezt ha meg tudjuk semmisíteni, akkor az egy nagyon jó módszer. Egy Ködöllőn egy növényorvos mester is hallgató, amikor felvetettem egy előadáson, ő azt mondta, hogy sárga dinnyével próbálta meg összecsalogatni az uborkájából, és nagyon nagy mennyiséget fogott össze. Hát még gyakorlatban nem volt időnk ezt kipróbálni, esetleg ezt meg lehet próbálni. Viszont körzetkímélő megoldás van, ugyancsak vannak olyan patogénfonálférgek, amelyek a csigákat fertőzik, csak ezeket sajnos nálunk én nem találtam meg forgalomban, talán így akkor ki is mondhatom a nevét, nem a slug a neve, tehát nem a slug. Nézzünk utána, Angliában forgalmazzák, hogyha valaki ezzel foglalkozik, vagy meg tudja oldani, hogy nálunk is kapható legyen, akkor az egy nagy segítség lenne, mert egy biológiai védekezés a csigák ellen, tehát a csigák természetes ellenségeit öntözzük ki rájuk, és akkor a csigákban ezek felszaporodva, ugye, még nagyobb mennyiségben jelesznek ellen, és az újabb csigák ellen nagyon hatékony tud ez lenni, hogyha olyan a nedves a környezet, de hát a csigák is a nedves környezetet kedvelik, úgyhogy ez egy jó megoldás lenne. Legközelebb Angliában találtam. Van, aki a sörcsapdát alkalmazza. Tehát az is olyan sziszifuszi munka lehet. Hát a sörcsapdával egy disznövény termesztésben próbáltunk az elmúlt évben védekezni, mert ott is nagyon sok apró csiga volt az egyik növényházban. Hát mi az... Most szinte sörmárka neveket mondtam, de... Nem mondjuk. Igen, a búza, a szüretlen búzasörön át a Székelyföldön egyik leghíresebb sörig mindent kipróbáltunk. Tehát esett bele csiga, nem mondjuk, de gyakorlati növényvédelemben úgy kell mondani, hogy a sör az megbukott. De nem ízlett nekik a sör. Megbukott, igen. Jó. Egy újabb SMS, hogy a paradicsom palánta ültetése után egy hétre át kell szúrni a szárat 2 cm-es részdróttal. A drótot gondolom le kell csiszolni, és nem permetezte egyáltalán utána a palántát a hallgató. Mi a mérnök úrnak a véleménye ezzel kapcsolatban? Ez jó módszer, vagy nem jó módszer? Tehát a réz az egy gombaölőszer, de amúgy nagy mennyiségben fitotoxikus és az emberre is mérgező. Ha átszúrunk rézzel, szerintem egy paradicsomot azzal megsértjük. Valószínűleg, hogy ő ezt a sebet elzárja. Na most, amíg elzárja ezt a sebet, valami rész valószínűleg, hogy ott az oxidáció útján olyan formába kerül, hogy lehet, hogyha fel tud venni a növény. De szerintem, hogyha mi a réznek akarjuk a hatását alkalmazni, akkor nagyon sok rézkészítmény van, egy egyszerű permetezéssel akár sokkal több mennyiségű rezet tudunk kijuttatni, de ha valaki mégis mondjuk nagyon ragaszkodik ehhez, akkor nagyon egyszerűen a kertjében meg tudja oldani, hogy véletlenszerű elrendezésben egyet-egyet átszúr, egyet-egyet nem, és akkor a nyár végén azonos kezelést kap mindenit, és akkor nyár végén el lehet dönteni, hogy van-e hatása, vagy nincs. Magdolnától kaptunk egy jó praktikát, azt mondja, hogy a csórécsigák ellen fűrészkorpával és szárított és összetört tojáshéjjal védekezik.
ajánljuk másnak is, ha Magdolnának bejött, akkor akár bejön, de nagyon sok kell legyen akkor a tojás. Hát a helyzet az, amit összetörünk. Tényleg nagyon sokat vizsgálták, van ez a nagyon-nagyon erős drótkefe. Azon is átmentek a csigák, részdróton is átmentek a csigák. Na még ami egy nagyon hatékony a csigák ellen, a villanypásztor. Tehát, hogyha meg tudjuk oldani úgy, hogy egy ilyen vékony dróttal azt a megóvandó asztalt, vagy akár egy ilyen kiemelt ágyat meg akarunk húvni, akkor egy 9 voltos elemet, két drótot végighúzunk, ahol, hogyha áthalad ugye a két dróton a csiga a rövidzáradat okoz, és akkor így megrázza az áram. Ez megoldás lehet. Gyakorlatban, mint komoly növényvédelem, tehát tojáshéjon, fűrészporon mindenen átmegy, hogyha kis helyen kell megoldani, valószínűleg, hogy kis helyen egy megoldás lehet nyilvánvalóan, úgyhogy attól függ, hogy mekkora a gond, mekkora a terület, lehet ezt is alkalmazni. Még nagyon röviden egy kérdésre, mert rohan az időnk, hogy a növénytársítás mennyit segíthet például a kártevők elleni védekezésben? Segít-e egyáltalán valamit? Ez egy nagyon nagy fejezet, nyilvánvalóan segít. Vannak bizonyos növények, amelyek ugye egyes rovarokat riasztanak, vannak olyan növények, amelyek hasznos, természetes ellenségeket a mi kártevő, vagy hát az ember szempontból kártevő rovarokkal táplálkoznak. Ilyen például a büdöske, amelyik a szakirodalom szerint olyan poloskákat vonz, amely a tripszeket fogyasztja. Na most, tehát aki így kertészkedik, az már a kertészetnek egy elmélyültebb, vagy egy magasabb fokán van, a tudományban elmélyültebb, gyakorlatban szintén tapasztaltabb fokán van, meg lehet oldani. Nyilvánvalóan, hogy ez a biokertészetnek egy olyan része, amikor számolunk azzal, hogy akár veszteségünk is lehet, nem lesz mondjuk a termés olyan esztétikus, de ettől függetlenül egészséges, szép, tehát akinek erre van úgymond késztetése és energiája, hogy így termesszen, akkor ebben nagyon nagyok a lehetőségek, és meg is lehet oldani így a kertészkedést. Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen. 13 óra lesz 6 perc múlva, nos viszont a Csíkmadarasi Garden projekt jóvoltából egyik hallgatónk egy 50 lejes vásárlási utalványt nyer, amire díszcseréket vásárolhat a cég Csíkmadarasi és Csíkszeredai üzletében. Mutatásunkban azt kérdeztük, hogy a fehér zászpa, gyűszűvirág és a kánya zsombor közül melyik nem gyógynövény. A helyes válasz a gyűszűvirág. És el is mondom, hogy miért. Azt tudni kell, hogy a gyűszűvirágot használja az orvoslás szívelégtelenség kezelésére, de mivel a hatásos és mérgező dózis között kicsi a különbség, házi használatra nem ajánlott, tehát ezért a kakukktojás a felsorolt növények között. 11 játékos küldött megfejtést, 7 játékos hibás, 1 játékos pontatlan választ adott. Nézzük, hogy kinyeri ma az 50 lejes vásárlási utalványt. A szerencsés Gábor Margit Fenyédről, őt a műsor után felhívjuk telefonon, hogy megbeszéljük, hogyan jut a nyeremény birtokába. A mai kérdésre a válaszokat levélben és e-mailben várjuk január 15-éig, aki csak a helyes válasz küldés nem mellékeli az elérhetőségeit, nem vesz részt a sorsoláson. Most pedig következik a kérdés. Melyik szisztemikus szer a következők közül? A. Klórszulfuron, B. Klórtalonin, C. Klórtoluron. Tehát melyik szisztemikus szer a három közül, a klórszulfuron, a klórtalonil, vagy a klórtoluron, ez a harmadik. Lassan műsorunk végéhez közeledünk, dr. Bálint János székelyudvarhelyi kertészmérnöknek, növényorvosnak, a Marosvásárhelyi Szapienc Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusának, megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen a figyelmet és a meghívást. Műsorunk a legközelebb január 18-án jelentkezünk, számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben. Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540 445, Marosvásárhely,
1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek. Mielőtt elköszönnék, felhívnám figyelmüket, hogy holnap 12 órakor a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Maros megyei nyárát Szent Lászlóra látogatunk. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Ezzel már a búcsúzunk, műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A következő találkozásig eredményes kertészkedést kívánok. A műszaki munkatárs ma Tomá Dorin volt, nevében is köszönöm figyelmüket, Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.